Lázár Tibor művészete szorosan kapcsolódik Vajdasághoz és annak múltjához. Középpontjában a századforduló építészete és a kor szelleme áll, ami a popkultúra és az utcai művészet elemeivel vegyül. Átalakítja és újra értelmezi a polgári otthonok kellékeit a kortárs művészet nyelvén. Úgy gondoltam, hogy ez az ötlet legyen olyan, hogy megengedje azt, hogy ebből az ötletből, ebből a központi elgondolásból és koncepcióból születhessenek térbeli alkotások, születhessenek festmények is, kétdimenziós alkotások, és hát az valahol egy ráadás, hogy némelyik munka megenged egy játékos közreműködést is. Lázár Tibor műveiben a múlt és a jelen egyesül, a két különböző világ találkozik, mondta el Kucor Tamara kurátor. A kiállításon több mint 50 alkotást mutatnak be. Mondhatjuk, hogy ezek az alkotások ebben az épületben, a Reichl palotában otthonra találtak, ugyanis ezek azt a kort kép, az épület azt a kort képviseli, amely Lázár Tibort leginkább érdekli, és itt festmények vannak, kolázsok és úgynevezett art objectek. A megnyitót a Szabadkai Népszínház színészeinek performansza színesítette. Az érdeklődők október végéig látogathatják a kiállítást.